Ez itt a Future Talks, és én Krizsó Szilvia vagyok, és hogyha önöket is érdekli a saját jövőjük, vagy egyáltalán minket környező világ, hogy hogy fog az kinézni 5-10-15-20 év múlva, akkor nagyon jó helyen vannak, és a legjobb, hogyha feliratkoznak a csatornánkra. Vendégünk Gazsi Zoltán, az Iceberg Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója. Szia Zoli! Szia! De igazából azon meditáltam, hogy lehet, hogy nem is így kellett volna téged bemutatnom, hanem azt kellett volna mondanom, hogy egy ma élő üzleti celeb, mert lassan már üzleti celebnek minősülsz, de legalábbis influencernek, hiszen nagyon-nagyon sok helyre hívnak téged motivációs vagy éppen inspirációs előadást tartani. A LinkedIn-en elképesztően növekszik a követőid száma, folyamatosan eseteket osztasz meg a gondolataidat a világgal, és mielőtt elkezdődött ez a felvétel, éppen mondtad, hogy voltál egy cégnél, ahol motivációs előadást kellett tartanod, és utána állva tapsoltak és vastapsot kaptál, tehát tényleg effektíve sztárrá váltál itt az elmúlt években. Ez szerinted minek köszönhető? Hát az a tevékenység, amit alkottunk az elmúlt években, és ez tényleg a cég azért nagyon ott van benne, tehát én nem szeretném ezt magamnak tulajdonítani, hanem én is benne vagyok, de egy érdekes szimbiózisban vagyok én az Iceberg-gel, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem csinálnak egy Gazsi Zoli salátát, és azért ez egy veszélyes állapot egyébként, mert a cég tulajdonosok mondhatnák azt, hogy azért nem jó, mert egy ilyen, ennyire az én képemre formálom a céget, ennek mindig vannak veszélyei, hogy lehet ezt az űrt betölteni, itt könnyű lehet-e új embert behozni a rendszerbe, de valahogy ez nem került elő. Tényleg nagyon büszkék erre az egészre, és én azt gondolom, tényleg ez az elmúlt 16 évnek az eredménye, én is beletettem az egészet, meg a cég ott volt mögöttem a kollégák, és valahogy ebből a kis cégből, tehát ez egy 11 milliárdos cég azért nem számít egy nagyon nagy cégnek, én azt gondolom, hogy az ismertségünk sokkal nagyobb lett, tehát minket a tényleg nagyokkal együtt emlegetnek, hogy a nagy cégek, és ahhoz képest mi 240-en vagyunk, tehát egy nem akkora cég, forgalom sem nagy, a nyereségünk egyébként 400 millió forint, tehát ilyen 3-4%, ami nagyon kevés ebben a szakmában. Tehát igazából a sikereket szerintem nem ott értük el, hogy a cég mekkora forgalmat bonyolít le, hanem hogy mekkora ismertséget hozott a piacra, ennek az egészséges életmód, meg a saláta, tehát hogy a Sali Zolinak hívnak, meg a saláta bárónak. És valahogy ez azt gondolom, hogy a nagyon sok társadalmi felelősségvállalási projektet indítottunk el, és az egészek összeértek, a szálak. És ott nagyon sokan próbáltak engem lebeszélni, hogy szétszórom magam, szétaprózódom, miért nem választunk ki egy-egy ügyet például, mert nagyon sok cég ezt csinálja, hogy kiválaszt egy ügyet, és csak azt támogatja. Én meg valami ezt nem hittem el, és nagyon sokféle ügy, és ez a sok kicsi dolog, és sok ilyen kis mikroügy elkezdett valami sokkal nagyobbá összeállni. Jó, de ez a céges része, de a másik része, hogy ettől még nem kellett volna neked folyamatosan ekkora jelenlétet produkálni a LinkedIn-en, de mégis úgy érzem, hogy nagyon-nagyon megtaláltad magadat. Igen, ez a Laura beszélt rám egyébként, tök érdekes, de most nem akartam ott lenni, tehát azt mondta, van annyiféle platform, minden nap jön 25 üzenet oda, a WhatsApp, a SMS, a Messenger, tehát rengeteg különböző fórum van, és hogy még pont nekem hiányzik a LinkedIn, és rábeszélt a Laura, hogy higgyem el, jó lesz az nekem. Ezért mondjuk már, hogy ki Laura. Laura, bocsánat, a kolléganőm, a marketinges kolléganőm, aki most nemzetközi pozíciót kapott egyébként, és valahogy neki köszönhetem ezt, hogy rábeszélt erre a dologra, és megszerettem. Én rájöttem, hogy szeretek írni, amit én nem gondoltam, nem írtam korábban nagy dolgokat, csak még gyerekkoromban egy ilyen verset, meg ilyesmi. És rájöttem, én ezt valamit megéreztem, de szerintem az egésznek a lényeg az, hogy én olyat osztok meg, amit senki más nem mer elmondani. Tehát én hiszek abban, hogy az ember eredendően sok mindenféle bűnt el tud követni, tehát lop, hazudik, csal, és mindenki ilyen, minden közösségben vannak ilyen emberek, hogy összejönnek valakivel, aztán megcsalják a másikat, akkor ő nem szokott lopni, de azért mégis leszokta másolni a gyereknek a töri füzetét a céges fénymásolónak, az lopásnak számít, vagy nem. Tehát, hogy ezek a dolgok, és én ezeket én nagyon nyíltan asztalra teszem, és sokan féltettek ettől, hogy ez nem lesz jó, mert akkor mit gondolok a cégről, hogy egy olyan cég, ahol lopnak emberek, és minden cég ilyen. Én csak azt csinálom, hogy elmerem mondani. És én azt gondolom ennek a sikernek az egyik része, hogy én sokat gondolkozom egy-egy ilyen poszton. Tehát nem az van, hogy a piros lámpánál felteszem, hanem hogy tényleg van elég hozzáadott értéke. Tehát, hogy én leírom, az valakit elgondolkodtat, valamit felismer benne, valami mélyebb dolgot, és ha nem ilyen, akkor nem teszem fel. Tehát, hogyha megnézed az elmúlt posztjaimat, szerintem én azt gondolom, nem fogsz olyat találni, hogy magam fényezem, hogy lefényképezem mondjuk, hogy én most coachingoltam két fiatalt. És ebből ki mit vesz le? Tehát ebből mit lehet tanulni? Semmit nem lehet ebből tanulni. És mégis legtöbben ezt csinálják, hogy ilyen Facebookként kezdik el használni, ilyen önfényezésre. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a kollégák, nem tudom, a Covid-ba feltöltötték a lisztet az üzletlánc poltjaira, de senkit nem érdekel szerintem. Tehát magyarul te azt gondolod, hogy azzal adsz a
szűkebb és tágabb környezetednek, hogy vezető dilemmákat osztasz meg, és kvázi, mint egy tartalomgyártó segített őket hozzá ahhoz, hogy minőségi tartalmakat kapjanak. Abszolút, és ugye nekem a Lean-ből tanultuk ez a hozzáadott érték, hogy tényleg az, hogy valaki eltölt az én posztommal 5 percet, az élet ember életében nem olyan kevés idő. Én ezt tényleg nagyon komolyan veszem, hogy úgy ne vegyük el a másik idejét, a hasznos idejét, mert a Rakoncai Gábor számolta ki egyébként, hogy nagyjából egy ember életében van 9000 óra, ami nem sok, amikor aktívan és döntőképes. Tehát a gyerekkort vegyük le, az idős szendviskort, és hogyha valaki olyan lesz, azt szedjük le, vegyük ki az éjszakát, amikor alszol, és marad nagyjából ez a 9000 óra, amikor értelmes döntéseket tudsz hozni a saját életeddel, meg a környezeteddel kapcsolatban. És ahhoz képest az 5 perc az már nem olyan kevés. És én tényleg így gondolom, hogy valaki ezt elolvassa, akkor az volt, hogy érdemes volt-e beletenni ezt az idejét, ami a legfontosabb mindenkinek. És ezzel nagyon komolyan veszem, hogy nem játszom mások idejével. És az egyik, hogy mindenki ebből valamit fog tanulni, és hogy olyanokat merek elmondani, amit más nem mer. És tudod, hányan kérdezték ezt, hogy ez nem veszélyes, hogy a cégbe belehúzom olyan netes helyzetekbe. És hát mondok egy konkrét példát, egyetlen egyszer szóltak nekem Svájcból, ugye svájci a cég tulajdonos, egy multinacionális nagy cég, de 50 vagy 68 jár Európában, tehát egy nagy cég. És HR igazgató, amikor kerestem HR vezetőt, akkor én föltettem egy érdekes LinkedIn posztot, amire egyébként jött majdnem 80 életrajz, és a pénzügyi vezető szólt a HR igazgatónak, hogy te láttad, hogy Magyarországon keresnek egy HR vezetőt, és akkor fölhívott, hogy Fiez Zoli, legközelebb, ha keresek, akkor legalább szólja, hogy tudjak róla, mert nagyon kellemetlen volt ez a helyzet. És mondtam neki, hogy ja, csak értem, tehát tök igazod van, úgyhogy ezt fogom tenni legközelebb, mert nem volt korrekt részemről. Csak hogy nekem ez nem jut eszembe, én tudom, hogy milyen embert keresek, tehát én nem fogom fölhívni a svájci főnökömet, hogy te szerinted miért vegyek. Én tudom, hogy milyen ember kell, és emiatt elfelejtettem. De ez az egy volt, és hogy én olyan szabadságot kapok a vezetőimtől, hogy amit nagyon sok cégvezető nem. Tehát én tudok ilyen 100 milliárdos céget, ahol elmondta a vezető, hogy ő nem tud interjúkat adni, mert neki el kell küldeni a központba, ott ellenőrzik, és utána lehet megjelentetni, hogyha jóvá hagyta, nem tudom, nemzetközi kommunikációs vezető, csak mint az interjú megjelent, mert jóvá hagyják, már rég kiadták az újságot, és már nem érdekes. És emiatt inkább nem ad interjút. Szóval milyen érdekes engem egyébként, hogy azt gondolna az ember, hogy minél nagyobb cégnek vagy a vezetője, annál nagyobb szabadságod van abban, hogy mit csinál. Ez nem így van. Szerintem abszolút nem így van. És ez egy nagy dilemma egyébként. Én sokat gondolkoztam az én cégvezetői vagy tulajdonosokról, hogy tényleg az a típusú karakter, aki én vagyok, vagy aki én lettem az elmúlt években, hogy elég ilyen öntörvényű vagyok. Tehát ez hozzá kell tenni, hogy engem úgy nem tudom, a feleségem is próbál időnként kereteket szabni, és én olyan vagyok, mint a víz, hogy mindenhol befolyok, ezt szoktam róla mondani, és mi így szeretjük persze egymást, de hogy ez de sok víz kell a salátom, tehát ebből a szempontból jó helyen vagy. Tehát, De hogy én a keretek tartásában nem vagyok túl erős, tehát én mindig feszegetem a kereteket, de ez a keretfeszegetés, ez jön ki a LinkedIn posztokból, hogy feszegetem a közönségnek a keretét, és ezt úgy képzeld, hogy ez nekem egy ilyen brainstorming platform, mert ott nagyon sok okos ember van, tehát ez nem arról szól, hogy én megmondom a tutit, hanem bedobok egy ilyen témát, egy ilyen dilemmát, én hogy gondolkodom róla, és sokszor egy-két okos válasz, vagy egy ilyen kommentelő elgondolkodhat rajta, hogy lehet, hogy nekem ebben nincsen igazam. És azt mondom, nekem én nem is vagyok prémium előfizető, tehát nekem ez ingyen platform, ingyen brainstorming, és nagyon sok okos ember hozzá tud szólni, és ez változhat az én, meg formál az én gondolkodásomon is. Milyen okos vagy, mert tulajdonképpen amit most mondasz, az, hogy igazából bedobsz egy témát azért, hogy kvázi megkapjad a megoldást másoktól, most csak viccelek. De van igazság, tehát kapok egyszer egy visszajelzést, tehát hogy a sok like, meg a nem tudom, nagyon sok szívecske, minden, azért látsz, én is ilyen bizonyos egoista, narcisztikus vagyok egy kicsit, tehát én szeretem azt, hogy ünnepelnek, és ez lehet, hogy a gyerekkoromban, én keresem ennek az okát, egyébként megtaláltam is ilyet, hogy miért vagyok én ilyen, de azért egy 58 évesen már egy kicsit lenyugodtam, tehát nem ez éltet, és én azt mondom, látom, hogy néha nem a legjobb poszt kapja messze a legjobb lájkokat. Tehát vannak népszerű posztok, és én tudom, hogy kell népszerűt írni. Tehát olyan, mint a Facebookon a kiskutya, a kisgyerek, hogyha fiatalokat coachingolok, szponzorálok, nem tudom, ott vagyunk, akkor az mindig népszerű. De tehát nem az a bonyolult népszerű posztot írni, hanem olyan, ami elgondolkodtató, és nagyon új szempontokat hoz be. És szerintem az én ilyen céges, vagy ilyen inspirációs előadásaimban ez a fő üzenet, hogy tudunk egy helyzetre több szempontból rátekinteni. Mert ez a megoldás kulcsa, hogy van egy mindenkit ugyanaz a hatások érnek, és általában az emberek nagyon hasonlóan gondolkodnak. Tehát, hogy van egy megoldandó kérdés, akkor nagyon hasonlóan fognak arra rálátni, és kik azok, akik ezt teljesen más oldal meghekkelik, és más szempontokat tudnak behozni. És mondok egy példát, volt egy ilyen, hogy
írtam, hogy kevés nálunk, hogy kicsi nálunk a fluktuáció. És akkor rám írt egy ilyen kommentel, hogy Gazsi úr, ez azt jelenti, hogy önök nem képeznek piacképes embereket? És először tudod, így megütött, szíven ütött, hogy tényleg a KK-n is lehet csomót keresni. De aztán elkezdtem ott a gondolkodni, hogy tulajdonképpen van igazsága. Szerintem nincs igazsága, de a kérdés az teljesen... A kérdés mögött van egyébként egy érdekes dolga. És ez ne vegyem ilyen személyes támadásnak, még ha lehet, hogy annak is szánta, hanem hogy sokszor az ellenségtől lehet sokat tanulni, akik valamiért nem szimpatizálnak veled, vagy valami bántotta, lehet, hogy ő nem volt olyan sikeres posztíró, ezt most hirtelen nem tudom, de lényeg az, hogy, hogy tudjak ebből fordítani, hogy az első sértettségből ezt át tudom fordítani, hogy ennek van igazság alapja, és tényleg nem képezünk piacképes emberekhez, hogy miért nem mennek el, mert valahonnan lehet, hogy azért nem mennek el, mert nagyon jól megfizetik őket, de igazából, és ezért nincs fluktuáció, de nem kezelik őket jól. Na jó, oké, megkaptad ezt a kommentet. Igen. Először azt mondtad, hogy utána azt mondtad, hogy oké, lehet, hogy van igazsága. Lett ennek valamilyen következménye? Hát annak, hogy én azt mondtam le, tehát tovább is megerősített abban, hogy ugyanazt a helyzetet mennyire másképp látjuk, és volt egyszer nálunk a Végi Józsi, nem tudom, ismert már, túsztárgyaló, és egy nagyon érdekes megközelítése volt, mert azt mondta például, nézzünk egy mondjuk vitánkra bárkivel, hogy a viták az miért alakulnak ki, hogy az-e a nagy kérdés, hogy a két vitapartnernek a nézőpontjának a távolsága között nagyon nagy a különbség, vagy a nézőpontot kifejtésének a módja az, ami a problémát okozza. És ha megnézed, gondolja legutolsó saját akár magánjellegű vitádra valaki. Nem szokott sose lenni, nem szokott, igen, mire gondolni, de ha véletlen lenne, és én egy céges management meeting, vagy akármilyen megbeszélést végignézek, általában nem abból van, hogy nem értünk egyet, lehettek persze ilyenek is, de a legtöbb az, hogy fejtette ki, és akkor nem hallgatta meg, miért vágsz a szavamba, és már teljesen nem arról szól a vita, ami a kiinduló pontnál kellene. És hogy tud ezt megtanítani egy csapattal, hogy ezeket a szubjektív elemeket, a személyességet vett ki a rendszerből, és tényleg adatokkal beszélj meg nézzük azt, hogy nagyon másképp látjuk a dolgot, és szerintem ez az izgalmas a világban, hogy be tudok-e olyan embert hozni a rendszerbe, aki új gondolatokat tud be. Tehát nem azt kell neki kitalálni, hogy én mire gondolok, mert az akkor nem veszem fel, hanem olyan kell, aki szembe megy velem, azt mondja, hogy ez hülyeség, szerintem másképp kell csinálni, és ebből a beszélgetésből adódnak a legjobb megoldások. Hogy tudsz erre rátalálni az ilyen típusú emberre? És én több előadásodat is hallottam, meg néztem egy pár előadásodat a YouTube-on, és nagyon izgalmas volt számomra a kreativitással kapcsolatos eszmefuttatásod, és nagyon szimpatikus volt, tehát imádom, hogyha valaki kérdez, hogy egy kreatívok számára is nehéz problémát nagyon sokszor azért nem tudnak megoldani kreatívan, mert nem mernek kérdezni. Abszolút. És hogy milyen jó, hogyha valahogy a kérdezés kultúráját azt valahogy bevisszük a szervezetbe. És azt gondoltam, hogy te egy ilyen típusú ember vagy, akitől lehet kérdezni, akitől akarnak is kérdezni, és hogy szerinted ez mennyire általános gyakorlat. Na, az eladásod kapcsán azt gondolom, hogy ez is egy kuriózum, hogy vezetőként tudod, hogy a kérdésnek mekkora ereje van. Hát én szerintem az egész a bizalmi alapú kultúrába indul, hogy mernek-e vezetőnek, tehát én határozom meg a fizetésüket, a bónuszokat le tudom vonni, tehát azért egy óvatatlan egy ilyen pozíció, és én amikor megnéztem a Máté Gábornak a hatalom függősége, függőség hatalma videót, például azt nem tudom, 10 évvel ezelőtt, egy ilyen TEDx videó, az nagyon hatott rám, hogy ez a hatalom az olyan, mint a drog, tehát hogy a alkohol, cigi, drog, bármi, amilyen függőséget okoz, a hatalom ugyanez. Tehát amikor kérdezgetik, hogy XY-nak miért kell még több pénz, nem több pénz kell neki, hanem hatalom kell, kontroll kell, és hogy a vezetőnek ez egy iszonyú nagy felelősség, hogy ezzel a hatalommal, mert ez egy hatalom, akárhogy is nézzük, hogy él. Tehát ez elkezdi lebontani a saját hatalmát, és abszolút úgy gondolkodik, hogy nem egy hierarchikus rendszerben vagyunk, hanem egy ilyen hálózatos típusú szerződésben, hogy vagyunk 10-en mondjuk a menedzsmentben, senki nem tudja, mit kell csinálni, tényleg. Tehát most ez hülyén hangzik, de hogy mi lesz jövőre, meg jövő után, meg 2026-os tervek, azt sem tudom, jövő hónapban mi lesz, hogy a kormány milyen döntéseket hoz, hogy a lehet-e külföldiekkel dolgozni, lehet-e, tehát ezerféle kérdés van, amit nem tudunk. És én abban nagyon hiszek, hogyha 10-en nem tudjuk, és összeülünk, abból mindig jobb eredmény származik, mint hogyha én egymagam ezt elkezdem kitalálni. És senki nem tudja, de legalább közösen van egy szélesebb ilyen merítés, amiből aztán valami elkezd kialakulni. És én tényleg azt látom, hogy mondjuk egy kreatív példa, általában a kérdésekben van a megoldás. És van egy olyan kis példám, amit most már elárulok nektek, tehát hogy az előadásokon nagyon szokták szeretni, hogy képzelj egy papírt, hogy rá van írva mondjuk egy 1 meg egy 0.
és az a feladat, hogy a ceruzával, vagy egy tollal, a tollnak végig érintkezni kell a papírral, és nem emelheted fel, és úgy kell lerajzolni a két különálló írását, hogy oldod meg. És akkor ott először az van, ilyen felvételi, így felvételeztettem hozzám a kollégákat, hogy na ez a feladat, és akkor ott jön, hogy ez egy ilyen beugratós kérdés. Hát ez nem beugratós kérdés, jó. Akkor hát szerintem ezt nem lehet megoldani. Mondom, figyelj, akkor miért vegyelek fel téged, hogy ha az első problémán azt is nekem kell megoldani, akkor semmi szükség. És kíváncsi vagyok arra, hogy reagál ezekre a kérdésekre. És a feladatnak a megoldása, ugye van vagy 20 féle megoldás, hogy arra rájössz, hogy nem azt mondtam, hogy a tollnak a hegyekkel érintkezve a papírra, hanem a toll. Tehát a tollat lefektetem, szétszedem, és a betéten ráírom, akkor érintkezik a tollal. Vagy a végéhez a papírt fölhajtod, és érintkezik a toll, és úgy leírod. Vagy a papírt eltéped, és akkor alárakod mindig, amikor áthúzod, és utána kihúzod a papírt. Felhajtod a papírt, leír az egyest, és a hátsó részére jön az áthajtó. Tehát hogy ezer ilyen kérdés. És az a helyzet, hogy aki ezt jól oldja meg, az az életben pont ugyanígy fog gondolkozni. Van egy helyzet, hogy a kamion nem mehet be. Volt egy ilyen konkrét helyzet, ott áll kint, és baj van, mert nem tudom, 17 raklap frizér rajta van, esik az eső, és be kéne vinni, nem mehet a kamion. És ezért szombaton hívtak fel, mondom, oké, de a kamion nem mehet, vagy a sofőr? Hát az nem tudja, de nem mehet be a kamion. De akkor nézzük meg. És kiderült, hogy nem, a kamion az mehet, csak a sofőrnek lejárt ugye a vezetési ideje, de ha hozunk egy sofőrt, akinek a havi logisztiktól mondjuk, akivel dolgozunk, az beviheti? Ja, hát az beviheti. És ott állt mindenki, hogy nem mehet be a kamion, mert lejárt az idő. És ez kiderítette, hogy a toll hegye, vagy a toll másik része érintkezhet a papírba. Igen, de egyébként ez érdekes, mert ez nem teljesen adekvát a két példa. Mert az úgy adja magát, hogy oké, ha a sofőr nem, tehát hogy tudom, hogy hogy működik a rendszer, hogy a sofőrnek van egy ideje, és akkor jön a kérdés, de az, hogy van, aki elmegy mondjuk egy felvételbeszélgetésre, eléraksz egy papírt, meg egy tollat, hogy próbálja megoldani, akkor nyilván benne van egy stresszes helyzetben. De az egész, egy minden napunk stresszes. Jó, az mondjuk hát igaz, erre, tehát, hogy ez életről, abszolút igazad van, de a másik, ami nagyon érdekes, és azért érdekelne, hogy vajon hányan mentek át ezen a vizsgán nálad, hogy nagyon sokszor nem mernek kérdezni, mert nem tudják, hogy egy ilyen helyzetben egyébként tök adekvált, hogy fölteszel kérdéseket, hiszen az nem volt a feladatban, hogy nem kérdezheted meg, hogy... Igen. Figyelj, mi életre való embereket keresünk, akik az élethelyzeteket oldanak meg, tehát minden nap egy stressz. Tehát az mi életünk erről szól, hogy nagyjából évente most már 50 nyersanyagkrízist, a globális felmelegedés kifagyott, kiégett, kisült, 50 fok van Olaszországban, Spanyolországban nincsen öntözővíz, tehát most nem sorolom, nagyon bonyolult lett az élet. Tehát sokkal bonyolultabb lett, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát amikor volt, mindig volt valami, ami éppen nincs, de az, hogy szinte soha nincs valami, ez egy ritka helyzet, és ez mindenkivel így van. Tehát ezt kimerem mondani, ez mindenkivel így van, nem a mi bénaságunk, van 4 beszerző, aki egész nap telefonál is, és szervezi a kamionokat, hogy le legyen auditálva, tehát 1500 km Spanyolországban van télen mondjuk a saláta, közben hogy tud átszervezni a különböző üzemekbe az árut, tehát egy nagyon bonyolult az élet. És aki ebben a gyakorlatban jó, és ugye most kérdez, hogy váltak ezek az emberek be, amikor technikai vezetőt kerestem, mondjuk egy nap jött 4 technikai ember a interjúra, mindenki tök egyszerűen megoldotta. Így, ezt is lehet, fölhajtom, eltépem ide. Jön mondjuk a szélszes pozícióra ember, az nulla. És nem azért a szélszesek nem jók, de lehet látni, hogy például egy nagyon jó karbantartási vezető, vagy egy technikai vezető, aki egy mérnök ember, annál sokkal hamarabb jönnek, mint mondjuk egy marketingesnél, vagy egy nem tudom, minőségbiztosítónál. De az biztos, hogy azt én tudom neked mondani, akik ezt jól csinálják, az életben is nagyon jók. Fantasztikus. Tehát annyira egyszerű, és most elárultam a titkot, tehát lelőttem a poén, de most akkor ki kell találni, de nyilván ez először te szembesültél ezzel a feladattal, nem? És úgy jött ez az ötlet, hogy... Ezt egy nem tudom, hol láttam, de ugye amit ismertek, tudod, a 9 pont összekötés, hogy tudsz összekötni 9 pontot egy vonallal, és akkor lényeg volt, hogy ki kell menni a dobozon kívül, és ez a dobozon kívüli gondolkodás. És én nagyon hiszek abban, hogy a megoldás az tényleg ez. Tehát, hogy van erre különböző példáim, hogy tudsz teljesen más szempontrendszerből ránézni egy helyzetet, és mondjuk egy ilyen példát mondok neked, hogy voltunk ezen Korzikán, és készítettem egy fényképet, amin az látszik, hogy egy ilyen nagy fatörzs, és a fatörzs közepében benne egy nagy ilyen kőgolyó. Tehát vagy körben nőtt a fa ezt a ilyen követ. És akkor ezt elküldtem a karácsonyi vacsorára, ezt kapta a dolgozók, kaptak egy ilyen pendrive-ot általam összeállított zenékkel, és benne volt ez a kép. És akkor azt kérdeztem, hogy na, akkor ki mit lát rajta. És utána volt egy ilyen beszélgetés az asztaloknál, hogy hát a béna fa össze akarja roppantani, csak olyan nem neki, a másik meg, hogy milyen szépen átöleli, hogy körbeöleli. És hogy milyen érdekes, hogy ugyanazt látjuk, hogy körbeöleli, vagy szétroppantja, és teljesen más következésre vonunk le belőle. És az élet pontosan ugyanez, hogy ülsz egy megbeszélésen, van egy helyzet, amit meg kell oldani, és a 10-10 féle szempontrendszer tudunk behozni. De ez az kell, hogy bátorítsd őket, hogy igenis merjék elmondani a saját hülye kérdéseiket,
mert azt mondják, hogy nincs hülye kérdés, van hülye kérdés egyébként, szerintem ez nem igaz, hogy nincs hülye kérdés, de hogy ezen a szinten már, mondok egy másik, egy gyakorlati példát. Azt képzeld, hogy mondjuk az egyik üzletlánc azt kérte, hogy neki a minta termékeket, az nem tudom, nem 6 fokon kell tárolni, 7 fokon, vagy 4 fokon kell tárolni, valami ilyesmi volt. És emiatt nekünk a nagy hűtőben 5 fok van, tehát a 4 fok az már nem jó, venni kell egy külön hűtőt annak a nem tudom, a összetevőknek a hűtésére. És van egy 2000 négyzetméteres raktárunk, és a minőségbiztosító, hogy megkérdezte, hogy hú, berakunk egy fagyasztót, úgy az meleget termel, hogy nem fogja fölmelegíteni a raktárat. És akkor az ott ültem, tudod, hogy most azt mondjam neki, hogy lesz ilyen, hogy ez, nem látod át, hogy ez a kis hűtő, ezt a hatalmas raktárat, hogy tele van mindenféle idegbefúvókkal, nem fogja fölmelegíteni, de nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy tök jó gondolat, mert ez nekem nem jutott volna eszembe. Tényleg, és igaza van, hogy valószínűleg 0,00000001 fokkal fel fogja melegíteni, de ez nem okoz problémát. De hogy ez bedobta ezt a kérdést, ez nagyon könnyen ki tudsz oda jutni, hogy ez hogy lehet ilyen hülye, hogy ilyenekre gondol, és közben olyan szempontot hozott be, hogy tényleg eszembe nem jutott volna ez. Jó, de akkor ebből az is következik, vagy nem tudom, hogy következik-e, hogy ahhoz, hogy a mostani, és ugye most felsoroltál egy csomó problémát, amivel nap mint nap szembesültök, ebben a mostani helyzetben valahogy más készségeket, képességeket kell magunkból ahhoz előhívni, ha egyáltalán bennünk van, hogy érvényesek legyünk, egy év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva. Hát a legegyszerűbb az, hogy én abban hiszek, hogy senki nem tudja, hogy holnap, mert holnap után mi lesz. Tehát milyen háború tör ki, ki kit támad meg, milyen vírus jön ránk, tehát ez nem tudom. És nekünk például az elmúlt években az orosz háború, a Covid, ez mind együtt nem okozott annyi problémát, mint a felmelegedés. Tehát nekünk teljesen egyértelmű, az alapanyag, amiből élünk, azt tudom-e beszerezni, hogy legyen elég, és tudom-e mosni, mert lesz elég víz. Tehát szerintem ez a két alapprobléma, ami meghatározza a mi üzletágunknak a jövőjét. És hogy ez annyi kérdést vet fel a vertikális farmoktól kezdve sok minden, hogy tényleg senki nem tudja a választ. Tehát aki azt gondolja, hogy ő tudja, és ő megmondja, hogy merre van az irány, én azt nem, szerintem senki nem tudja, mindenkinek vannak ötletei, és én a növénynemesítésből jöttem, tehát én az első cégnél ilyen zöldségnemesítő cégben dolgoztam, és a hibrid hatásról nem tudom, hallottál-e, ugye nem. Hibridek, az a kukorica hibrideket termesztenek, esetleg így hallhattál. Ja, azt, igen, ez azt jelenti, hogy van egy apa meg egy anyavonal, igen, a kettőt összekeresztezik. Igen, kitaláljátok, hogy mi lenne a kereszteződésből és akkor abban valamilyen, és akkor azt lehet látni, és ugye azt elvetel a magot, de annak a magját már nem, újra kell mindig a apa anyavonalat keresztezni, és abba a hibrid magot kell elvetni, és abban annak a nagy termése. És az egyik nagy tapasztalat, hogy minél távolabbak vannak a szülők, annál nagyobb az esély a kiugrásra, a különleges mindegy. Tehát, hogyha nagyon közeli szülőket válogatsz, tehát mondjuk egy 70 napos, nem tudom, 2 kilós káposztához, egyáltalán biztos 70 napos, 2 kilós szülőket kell keresni, vagy egyik a 120 napos, az meg 52 napos, egyik 5 kilós, másik 2 kilós, és abból lesz egy nagyon érdekes új kereszteződés. És én ezt szerintem pont így működik egy menedzsmenttel is. Tehát minél színesebb embereket szedsz össze a csapatba, annál nehezebb őket összetartani, mert nagyon más gondolnak a világról, de annál nagyobb az esélye, hogy valami olyat fognak alkotni, ami nagyon más lesz, mint a konkurencia, aki nagyon egysíkúan gondolkodik a világ dolgairól. Tehát én csak ezt keresem, és ez tényleg ez a szerintem a vezetés művészete, hogy tudsz nagyon eltűnően gondolkodó embereket és karaktereket egyben tartani. Egyik az ilyen Drucker, másik olyan Drucker, tényleg nagyon sokféle szempontból másak. És talán a mérő mondta egyszer Baracskaival, hogy azért, hogy ők nem értenek egyet, mert egyébként ő el tudná tenni a teljes gázsit, amikor fellép, de így el kell osztaniuk ketten. De egyébként... De ettől jó a dolog, hogy ketten nagyon, és a vitából jön ki a megoldás. Vagy a... Jó, de akkor most mondd el, légy szíves, a te eszköztáradat, hogy te hogy csináld ezt, hogy a nagyon széttartód, mert nagyon különböző emberek, mégis egy összetartó csapat, ahol jó ott lenni. Hát ugye, hogy egy mondatban el tudnám mondani, ez nagyon bonyolult. Tehát tényleg ez a művészet, és most így írok egy ilyen könyvet, és az így indul, hogy a vezetés szerintem olyan, mint egy ilyen pointillista, vagy egy ilyen impressionista festmény, egy csomó pöttyből áll össze. Tehát rajzogatod a pöttyöket, és egyszer csak távolról ránézel, és azt mondod, hogy fú, de szép, mert nem tudom, Monet-nak a festménye, és ott a sok vízilillium, tündillium, és hogyha egy-két lillium hiányzik belőle, az nem fog neked feltűnni, a szakértőnek fel fog tűnni egyébként, de neked nem, de ha hiányzik a nap, mondjuk a napkorunk, akkor az föl fog tűnni, hogy egy luk van a képen. És ez pont ilyen, hogy vannak fontos döntések egy cég életében, meg vannak kevésbé fontosak, de alapvetően, ha igazán jó akarod csinálni, akkor minden liliumnak ott kell lenni helye, meg a napnak ott kell lenni helye, akkor tudja a dolog. És hogy ez én azt gondolom, az egész a közösségről szól.
Tehát én nem abba hiszek, hogy a kafetériába kap még akkor ilyen, nem tudom, uszodabérletet, meg nem tudom, ezért az alufelni jár neki, ha ilyen meg olyan vezető, nem ezen múlik a dolog, hanem az, hogy ezeket az embereket hogy tud egy közösségé szervezni. És én ezt azért szerettem, mert ez egy izgalmas dolog, tehát egy országot se egyszerű vezetni, de 200 embert vagy 250 se egyszerű vezetni. Hogy hogy tartod a kereteket, meg kellenek ahhoz keretek mondjuk egy cégnél, hogy össze tud az embereket tartani, de ezeket a kereteket, hogyha változik a világ, ha mindig ugyanazt a szabályt tartod be, és senki nem hágja át a kereteket, akkor le fogsz maradni. Mert az a nagy változó világban, te még mindig a 1950-ben írt szabályrendszeret tartod magad, ez nem működik. Mit tud csinálni? Kellenek ezek a pozitív deviánsok, akik elkezdik megkérdőjelezni a kereteket. Hogy miért kell hideg vízzel mosni, de miért kell ennyi foknak lenni a hűtőbe, de biztos jól mos az a nem tudom. És hogy tudsz feltenni egy csomó olyan kérdést olyan dologra, ami 20 éve így csináljátok. És mondjuk egy nagyon konkrét példát mondok neked. Volt van egy mosóberendezésünk, egy optikai, vagy egy ilyen úgynevezett insect strainer system, tehát egy ilyen nagy dobszűrő, ami a víz tetején van, és az kiszedi a legyek meg a nem tudom, bogarak főnek a víz tetején, és az külön kivezeti onnan. És ISS a neve, és akkor a dolgozók, hogy az ISS, azt tudom, hogy az ISS dolgozó, az ISS kiszedi. Tehát neki nem kell ezzel foglalkozni, mert a gép majd megoldja. Ugyan a mesterséges intelligenciával egyébként, hogy hátra dőlnek, hogy a gép rendel. Ja, és a gép nem rendel egy hétig, akkor kiállította be a rendelést a gépbe, tudod? Tehát az IT-s ember a felelős, vagy ki a felelős azért, hogy nem rendel az üzletláncnak a gép, és két napig üres a polc. Tehát ez a hátra dőlsz, mert a gép megoldja. Na, és az volt, hogy egyik nap bementem a kis állatkereskedésbe, egy hirtelen ötlettől vezérelve, és vettem kis kilisztát, tücsköt, pogarakat, mindent, és este vége a műszaknak, onnan lányok, akkor gyertek a minőségbiztosítói csapat, belekevertük a 70 kg salátába, nem tudom, 50 kis gilisztát, 50 nagy gilisztát, és nézzük, mi jön ki. És nagyjából a felét szedte ki. És akkor ott álltunk, hogy fú, ebben megbíztunk, hogy ez mindent kiszed, ez volt 12 éve, és hogy nem, hogy dobjuk ki, nem jó, ne dobjuk ki, mert felét kiszedi, de a másik felét máshogy kell kiszedni, és akkor vettük egy optikai osztályozó berendezést, infralézer színes kamerák, ilyen levegőberendezés, kilövöldözi belőle a kukacokat, és ezeket kell megkérdőjelezni, hogy mert a Charlie, aki volt a cégnél minőségbiztosító 25 éven keresztül Svájcban, azt mondta, hogy ez jó, senki nem kérdezte meg, hogy ez tényleg jó, mert leteszteltük. Hát nem, de biztos jó, mert ezt mondták. És minden cég életében van rengeteg ilyen kérdés, amit mindig úgy csináltatok, és egyszer csak jön valaki, és elkezdi megkérdezni. És először hülyének nézik, hogy miért kell 4 fokos vízbe mosni. Hát szerintem azért, mert mondjuk a minőséges azt mondja, azért kell 4 fok, mert a mikrobiai szintet így lehet tartani. Én megmondom, szerintem azért kell 4 fok, mert túl rövid az idő a gyártás, meg a kiszállítás között, és ha berakod az acskóba a 12 fokos salátát, nem fog tudni lehűlni a ládába. És ezen jókat beszélgettünk, most csináltak egy tesztet, kiderült, hogy a hideg víznek azért van jelentősége, mert hidegnek kell lenni a salátának, mert nem tud lehűlni az acskóban. És ez, érted, ez a kérdés, ez senki nem tette fel 20 éven keresztül, se Lengyelországban, se Svájcban. De te feltetted. Én feltettem, és nem azért okos vagyok, én kíváncsi vagyok. Tehát én nagyon kíváncsi az emberekre, és ebből sportot űzök, hogy én mindent elkezdek megkérdőjelezni. Biztos vagy benne, hogy ez így van, de honnan tudod? És akkor tudod ilyen alapkérdéseket, amit senki nem gondol, ez normális. És ez a nagyon nehéz, hogy tudod kiválogatni, hogy milyen kérdéseket teszel fel, és miért nem. Ez azért fontos kérdés szerintem, egy idő után az agyára mész az embereknek, nem? Hogyha nem figyelsz oda, hogy megéljön a kérdéseivel. Igen, de hogy ehhez kell nagyon, tényleg is ehhez kell valami, és ezt én sem tudom pontosan megmondani, hogy milyen, mik azok a nagyobb témák, amire ráugrasz, mint egy ilyen pincsi elkapod, és nem engeded, és mi az, amit meg nem ugrasz rá, és mi az, ráugrasz, de mégis elengeded. És az, hogy ráugrasz témára, ha azt érzem például, hogy nagyon összezár a csapat, és ők nagyon biztosak ebbe, és akkor én kezdem el hülyén érzni magam, akkor el tudom engedni. Tehát, de hogyha azt látom, hogy a szemekben tudod, ilyen homály van, hogy ők sem biztosak benne, azt megérzem, hogy na, akkor itt nem rosszat tettem fel, mert látom, mindenki üveges szemben néz, akkor itt van keresni valóm. És szerintem ez a játék az emberi, nem tudom, az ember, kicsit nem azt mondom, ember ismert, én 20 évesen azt gondoltam, hogy én akkor vezető voltam, hogy én iszonyatosan jól ismerem az embereket, ahogy telt az idő, egyre bizonytalanabb lettem, hogy nagyon jónak gondolt emberek nem jöttek be, és nagyon ilyen átlagos emberekből meg nagy dolgot lehetett kihozni, tehát ez sokkal összetettebből látom, de azért mégiscsak kialakul egy ilyen emberismeret, és azt, hogy látod, hogy reagál, és ugye azért feladat, hogy dolgozzanak, mondjuk képzeljük, hogy te hozzánk eljössz dolgozni, és akkor azt mondom, hogy létszi ezt meg, azt csináld meg. És ha te nem jól csinálod meg, akkor ez kinek a hibája? Én mindig azt mondom, hogy ez mindig a vezető felelőssége. Mert vagy nem jó mondtam el,
vagy nem vettem észre, hogy te nem értetted meg jól, mert ezt lehet látni, hogy persze, értem, vagy nem jó embert vettem fel. Tehát ez a három verzió, tehát mindig a vezető a felelős. Akkor egyszer valaki megkérdezi, oké, de mi a dolgozók felelőssége? És ebben igaza van, hogy én lehet, hogy ezt túltolom, hogy én mindig a vezetőt hibáztatom, meg saját magam első. Tehát én olyan, mint a japán miniszter, tudod, a közlekedés miniszter, késik a vonat, lemondok. És szerintem ez a jó gondolkodás. Jó, hogy szapuk itt azért nem követszel, tehát ez egy fontos dolog. Ez. De érted, mert annyira a másik oldalt vannak a vezetők, hogy mindig keresik a hibást, kirontott el, vonjuk le a bónuszát, rúgjuk ki, mit tudom én, és hogy hol van az ő felelőssége ebbe, hogy ő nem jó rendszereket épített, nem jó embereket vett fel, az emberek nem jól működtetik a rendszer, tehát ezer ilyen kérdés lehet, de hogy hol az ő felelőssége, és hogy mivel nagyon nem ez történik, én átmentem a másik oldalra, én mindig azt keresem, hogy mi mit hibáztunk ebben, és az utolsó a szerencsétlen dolgozó, aki esetleg valamit rosszul nézte a címkét, és tudod, vannak ugye lejáratok a kódok. Azt lehet tudni januárban, amikor váltasz évet, hogy minden évben volt hiba, hogy a 2023-ról váltasz 24-re, egész évben lecsomagol 30 millió zacskó salátát, nyilván el fogja rontani, és 24-et fog beírni, még amikor majd 24-ben, még 23-at fogja beírni az első hetekben. És hogyha ezt elrontja, ezt lehet szankcionálni, hogy levonom a bónuszát, de ez egy emberi hiba, amit nem fog tudni elkövetni, 36 millió után egyszer rosszul fogja írni, mert arra emlékszik még a dátumra. És akkor ez a mi hibánk, hogy nem hozunk olyan nyomtatót, vagy valamit, ami mondjuk egy héten belül lehet csak a dátumot beállítani, és akkor nem tudja elrontani. Tehát hogy lehet ilyen, és sokan hülye biztos rendszernek hívja, de nem hülye biztos rendszer, olyan rendszer, ami az emberi kommunikációt ismeri, és ismeri azt, hogy az emberi agy hol téved. Hát rengeteg ilyen teszt van, hogy hol nézel be, tudod, dobálják egymásnak a fehér labdát, és átmegy és átmegy a gorilla, és akkor meg kell számolja, és nem veszik észre a gorilla jelmet. Hát mert arra fókuszál, hát ez szerintem nem fair, hogy ilyen emberi érzékelési hibából adódó dolgokat leverünk a dolgozó, mert nekünk meg kéne oldani technológiával. Jó, de azért van igazság azoknak, akik azt mondják, hogy oké, a dolgozónak is van felelőssége, hogy azt van kell is megnézni, hogy mi a te felelősséged, vezetőként mi a munkatársad felelőssége. Egyébként szerintem ebben is segítenek a kérdések, mert nagyon sokszor azért nem tudja jól elvégezni a feladat, mert nem mer, vagy nem tud olyan kérdést feltenni, ami alapján kiderülne számodra rögtön az elején, hogy nem érti azt, vagy nem úgy érti azt, amit te mondasz, és utána például nem kérdez vissza annyit a vezető, hogy lecsekkolja menet közben, hogy vajon úgy működnek a dolgok, ahogy azt ő gondolja. Most gondolom, a te cégedben az elmúlt hibára, hogyha bármi elcsúszott, nem jó időpontot adtak meg, mint a nem értél oda, rossz stúdiót adtak meg, tehát mondjuk ilyen kérdések, hogy ezzel mit kezdesz? Én mindig úgy állok hozzá, tök egyszerű kérdés. Van egy jó rendszer, amit valaki nem tartott be, vagy nem jó a rendszer? De ez a kettő, valamelyik a kettő közül. És van olyan, hogy igen, van egy nagyon jó kialakult rendszerünk, és az valaki hibázott, és nem tartotta be azokat a szabályokat, stb. Vagy az van, hogy rájövünk, hogy igazából azt hittük, hogy ezt neki tudni kéne, érted, you should know about it, ezek a hülye gondolatok, és hogy honnan kéne ezt tudni? Tehát kioktatták, elmondták neki, visszacsekkolták, volt éves ismétlő oktatás, és ha ezeket nem csinálod meg, akkor ezek a hibák jönni fognak. És ez soha nem szerintem soha nem a dolgozó hibája, hanem ez megint emberi kérdés, de hogy ehhez kell az a türelem, meg a béke, hogy van, aki hág, vagy kihág mondjuk, vagy áthág egy szabályt, és hogy milyen szabály esetén milyen retorziót végzel. Tehát, hogyha valaki trehány, azt mi is üldözzük. Tehát, hogy külön szólt, hogy figyelj oda, stb., és neki ment, és ott a kamera, neki mi a targoncával falnak, ott a kamera, tudja ott a kamera, és megkérdezi, hogy ki ment neki. És nagy csend. És úgy, hogy tudja, hogy a kamera látja, vissza tudjuk nézni, nem mer kiállni, hogy ő volt az. És akkor ezzel tudod a feleségem pszichológus, és akkor mentem az egyszer, hogy tehát ezt a kultúrát építjük, soha nem vonunk le emberektől pénzt ilyen miatt, emberi hiba miatt, soha, tényleg. Mert azt mondjuk, hogy ilyen van, a lelkiismeret, van neki elég baj a saját lelkiismeretével, hogy egész éjjel nem alszik, mert elkövetett egy hibát, itt dolgozik évek óta, tehát ezt ne bántjuk. És mégis nagyon kevés esetben van az, hogy egy ilyen esetében kiállnak, hogy figyelj, ne haragudj, én... De miért van ez? Rájöttetek? Na, nekem a feleségem azt, hogy gondolj abban a helyzetben, hogy a általános iskolában mondjuk elloptad a Jucuka radírját, és akkor a Jucuka sírt, akkor a tanárbácsi megkérdezte, hogy na, ki vitte a radírt, és akkor te azt mondod, hogy hát tanárbácsi, én voltam, kapsz két pofont, meg beírnak az ellenőrzőbe egy fegyelmit, és akkor haza kell menni aláérni apukád, anyukád, de akkor ez a őszintesség, ez nem egy jó dolog. És ezt 40 éves korodig nem nőtted ki ezt a beidegződést. És ez egy ilyen dolog, hogy
Én azt gondolom, a vezetőnek azért kéne, mindenkinek pszichológusnak kell lenni, mert tényleg a vezethetsz autót jogsival, nem, de embereket vezethetsz úgy, hogy fogalma nincs, hogy mit kell csinálni. Ez valami. És akkor a károkat tud egy-két vezető okozni, ezt mondjuk ki. Tehát, hatalmas hogy... károkat okoznak az emberek lelkében, emberek családjában, mindenben. Tehát elég sok ilyet láttam, meg sok ilyet tudnék neked mondani. És ugye azok a sokszor legdurvábbak, akitől, mert aki itt van mondjuk egy cég élén, és sok éven keresztül vezeti, vagy sajátja a cég, mint tudom én, annak azért van ebben ilyen típusú felelősség. Nagyon sokszor ezek a jönnek-mennek a menedzserek, egy-két évet itt van, aztán megy tovább Törökországba ide, és őt neki két év alatt kell bizonyítania, és két év alatt kell a rendszerből kiszedni a legtöbbet, tehát fél évig ismerkedik, utána olyan célokat ad, amit majd a következő ember, aki jön, annak kell majd végrehajtania, tehát hogy neki semmi se drága, és hogy ezek a legkárosabb ilyen jobhopperek, akik már látják, hogy a karrierpont hova fog menni, és az, hogy milyen romhalmaz hagy maga után, az már nem az ő problémája. Hát nem is beszélve, hogy ez a multinacionális környezetben teljesen más kultúrából jön valaki, és próbál itt két évig, aztán megy egy másik kultúrába. Tehát, hogy nem a multival van, mert vannak jó multicégek, és vannak nagyon rossz magáncégek. Tehát, hogy szerintem mindig a vezető, és a vezető karaktere. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen van az, hogy a vezető meghatározza a stílus. Tehát én is ilyen vagyok, és ennek vannak jó meg rossz oldala. Én igyekszem, hogy ennek több jó oldala legyen, tehát ne ez a hatalommániás valami, hanem ilyen nagyon. Tehát most például felvettük a Juditot, aki a új marketing vezetőnk, egy kommunikációs vezető, és ott volt, ilyen helyhiány van, és én mondtam, Judit, üljél az asztalomhoz. És én keveset vagyok benne, bemegyek még mindig kórházba kezelése, itt ott mászkálok, előadásokat tartok, tehát én kevesebbet vagyok benne, tehát nem logikus, hogy én foglaljam a saját helyemet. Tehát hogy úgy ott beültettem a saját asztalomhoz, neki még mai napig kellemetlen, tegnap mondta, hogy figyelj, tényleg nem akarsz leülni, olyan cikk, hogy én a helyeden ülök. Nem, Judit, ez tök rendben van, én átsorgok, én megyek ide-oda, én intézem. De hogy ez mit hoz a közösségnek? Tehát ugye megjött a Judit, van még egy Judit a csapatunkban, a Szalai Judit, aki a szélszövetőnk, és kettő Judit, hát kettő Judit nem lehet, mert egy csomó félreértés lesz. Hát akkor hogy hívjuk? Hát ő Jucának, akkor hívjuk Jucának, tök jó. Juca megjött, aki leült a főnök helyére, és egyből lett egy ilyen, na megjött a kedvenc. És akkor nekem 4 hónapomba telt, mi ezt a csapattal rendeztem, hogy azért tényleg egy nagyon különleges ember, különleges képességekkel, de ezzel van minden cég, az integrációval van, és erről írtam egy LinkedIn posztot egyébként, pont erről, hogy ez olyan, mint a Budapesti Fesztivál zenekarnak vagyok én ilyen nagykövet, és akkor tudod, amikor leülsz a koncert előtt, és akkor megy a kavalkád, mindenki hangol, és utána egyszer csak nagy csend, jön a Fischer Iván, és akkor elindul egy ilyen gyönyörű dallam. És ez minden egyes ember, aki beérkezik egy közösségbe, ez történik. Tehát én 100%-osan tudom neked mondani, hogy nincs olyan, hogy jön egy ember, és azonnal befogadják, tök jó, hú, van ez jó emberünk, és minden szuper, hanem elindul az átrendeződés. Ki kivel kávézik, megjött az új csaj, na, eddig jó voltam, most már vele kávézol. És elindul ez a típusú ilyen storming, norming, forming fázis, és én azt gondolom, hogy ezt nem lesz megspórolni, és erről nem szeretnek beszélni a cégek. Én meg ezt leírtam, hogy a hír az ez, hogy minden szupi-szupi, de az elmúlt 4 hónapban mennyi meló volt azzal, és ebben én milyen hibát követtem el? Tehát például úgy vettem fel, hogy az volt a fejvadászat, hogy ültem egy asztalnál a Internet Hangen, és akkor, fú, nem tudtok egy jó marketinges? Hát ott ül veled szembe. Esküszöm, így ott volt veled szembe, Pissuverre mutatta, elkezdtük beszélgetni, nekem ő kell. És nem volt fejvadászad, nem volt 3 jelölt, akit meghallgat a menedzsment, aki eldöntik, hogy fölvegyük, melyik a szimpatikusabb, hanem jöttem én, és betoltam a rendszerbe, hogy itt a Judit. De hogy ezzel az az előny, hogyha most ezt nem csinálom, akkor most jönnének az első jelöltek, nekem meg van egy tök jó működő emberem, akit csináltuk, de mindennek ára van. A gyorsaságnak is ára van, átvágom a szabályokat, annak is ára van. Nem tudom nem meghallani, vagy nem tudtam nem meghallani az előző mondatodban, amikor mondtad, hogy ugye azért volt kézenfekvő, hogy Juccát leültetted a székethez, mert te úgyis mész a kezelésekre, meg a kórházba, nem biztos, hogy mindenki tudja, aki most minket néz, vagy hallgat, hogy igazából ez miről szól. Aki téged jól ismer, az tudja, hiszen te soha nem titkoltad azt, hogy megbetegedtél, rákos megbetegedés, kemoterápiára jársz, kezelésekre jársz, és gyakorlatilag erről is nagyon nyíltan beszélsz, és szerintem ez is egy tabu döngető nyíltság, mert erről sem nagyon szoktak beszélni az emberek, hanem ezt úgy kezelik, hogy hát nem mondom el, mert akkor kisebb lesz az értékem, vagy elkezdenek sajnálni, vagy nem tudom, most lehetne... Mondok egy pont konkrét példát. Mellettem a 8-as szobában szóltam le Szent Lászlóban, volt egy srác, egy ITC-nek a vezetője, és akkor mondta nekem, hogy láttam, hogy én nyíltan kommunikálok, azt, hogy nem merje elmondani a csapatának, mert megtudják, hogy a főnök, a cég tulajdonos,
rákos, lehet, hogy meg fog halni, akkor a kollégái elmenekülnek, és mindenki elkezd állást keresni. És mondtam, hogy ez abszolút nem így van. Tehát, hogy te ezt totál benézed, és milyen más választásod van. Tehát, ha ezt megpróbálod eltitkolni, két hetente ebben, vagy két napot, akkor bent hánysz, akkor még két napot hánysz otthon, tehát nagyjából négy nap kiesik egy hétből. Hol van a főnök? Mit csinálsz? Nem tudsz normálisan vezetni, nem tudsz sok mindent csinálni, kapod a kezdés, szédülsz, tehát sokféle bajod lehet. Ez milyen más verzió van, mint az, hogy kiállsz, elmondod, és én azt tapasztaltam, hogy a csapat abszolút összezár. Tehát nem fognak ilyen Excel táblákon szórakozni egymással, hogy miért nem küldted át az Excel-t, mikor mondjuk én tudják, hogy benn vagyok, és éppen most éppen vagy túlélem, vagy nem élem túl. És azért választottam ezt, amikor ezt megtudtam, egyből dolgozó, hogy tájékozottok, karácsonyi vacsorán beálltam gitározni, eljátszottam a Jézus Hristos Szuperszárból Getsemáni kertnek a dalát. Tehát én azt mondtam, hogy nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, de azt tudom, hogy én azt gondolom, hogy egy hiteles vezető vagyok, és szeretnek úgy gondolom, hogy szeretnek tényleg a kollégáim, meg szeretek én is velük lenni, tehát jó a csapat, és én abban tudtam példát mutatni, hogy milyen egy céget vezetni, én most ebben fogok példát mutatni, hogy kell egy ilyen betegséget végigcsinálni. Mi az a tudatosság, a táplálkozás, a sport, mindenek a beépítése, tehát sok minden átalakult. És én például a menedzsmentnek mondjuk ilyeneket adok, nem tudom, nyuszira ajándékba, hogy akkor kapott mindenki egy ilyen kis kütyüt, a méri a saját, mint egy LKG, a saját, hogy tanuld meg a saját tested jelzését figyelni, mert a kiégés az innen jön, hogy nem veszed észre. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolod, te bírod, és egyszer csak a tested, azt gondolod, te bírod, de a tested nem bírja. És ebből jön, és hogy nem azt kell megtanulni, hogy kell kevesebbet dolgozni, meg hatékonyabban, azt kell megtanulni, hogy tudsz hatékonyabban pihenni. Hogy tudsz aludni, hogy amikor gyerekkel játszol az óvodába, akkor nézed a kis szőke fürtjét, és közadon gondolkod, másnap bejön a kamion a madár salátával. Tök gáz. És hogy ezt kell megtanulni, hogy tudunk jobban relaxálni, csak kaptak mondjuk egy ilyen, ez egy hétig mindenki rajta volt ez a dolog, és akkor egy közös kiértékelés a céggel, hogy akkor mi az, ami téged tölt, találd meg, mi a feltöltő dolga, és csak azt látod, hogy egész héten tök piros vagy, tudod, reggel, hétkor zöld a kávézás, beülök a kocsival, vezetek, 5 meeting, kaja, közben van egy kis pici zöld, hazamegyek, és egész éjszaka 4-ig még piros, és akkor 4 és 6 között van egy kis zöld szakasz, amikor töltöm, és kezdem a napot, és a hétvégére tiszta piros az egész. Ez őrület, tényleg. És akkor ezt hozom be nektek, hogy én 58 évesen tanultam ezt, meg ti tanuljátok meg ezt 40 évesen. Vagy kaptak mikrobiom tesztet például. Most ez lett a nyuszi, hogy akkor mindenki kapott egy mikrobiom tesztet, hogy a saját felszívódásodra az immunrendszered hatása az a 2 kiló bélbaktériumnak, milyen a baktérium összetételed, milyen kaját egyél, mit ne igyál, ahhoz, hogy te bírd a stresszt. És szerintem ez a tudás nem a úszod a bérlet, hanem egy mikrobiom teszt, mert sokkal többet fog tudni a saját életéről, meg arról, hogy fú, az nem jó, hogy minden nap szokott inni otthon egy fél liter bort, meg két feles letol még a stressz lekezelésére, azon kívül, hogy alkoholista lesz, hanem egyszerűen kinyírja a bél mikrobiomját, és a mindenféle egyéb problémák lesznek. Bélátterjesztő probléma, és a korona indul. Tehát, hogy én ebből az egészből azt vontam le, hogy mit tanulok én ebből, mit kell, ha másképp csináljak, és az, hogy mi mondjuk a pszichó szerepe ebbe a betegségbe, tehát, hogy túl stresszelte maga a rákos, ez nem így van, de az úgy van, hogy a stressz hatására mondjuk a bélátterjesztő képesség például tud romlani, és ilyen szempont van áttét a betegséggel. De most nem kérdés, hogy ha valaki beteg, a műtét, kemoterápiát kell kapni, ez a megoldás. És az összes többi a letekelt biocéklalé, meg a ilyen olaj, meg olyan, nem tudom micsoda, a fehér örömteja, én is mindent csináltam, az ahhoz kell, hogy a saját vitalitásod fenntartsd. Az, hogy bírd a kezelést, és legyen hozzá lelki erőd, megint bemenni úgy, hogy meglátod az épületet, és már hány ingered van, mert az autóból látom, már rossz szó vagyok. És ehhez kell a sok egyéb dolog, a pszichoterápia, az autogén tréning, meg nagyon sok minden, meg a kollégák együtt állása, hogy ezt te jól bírd. Tehát valaki ezt egyedül csinál, sokkal nehezebb. Nekem van egy szerető családom, én szerveztem ott a kórházkoncerteket, őt a fesztivál zenekarodat, tehát ez egy fantasztikus, hogy most hétfőn benn leszek, jön a Seres Anti, a Zeng együttes, a ilyen rákos gyerekek alapítványnak a zenészei, és ők szórakoztatják, kiülnek az emberek is székekkel, csöpög a dolog, és akkor szól a zene, és egy óra legalább elment. Tehát én azt gondoltam, hogy ezt tényleg azért csinálom, és nem tisztelem azokat, akik a saját betegségükkel kimernek állni, mert ez nem az én problémám. Nekem ez probléma, de évente 11 ezer megbetegedés van, mindenkit küldök egy kolonoszkópiára. Hogyha nem tudom, te voltál már kolonoszkópiára? Voltam, tehát, hogy én ezekben én nagyon... Azért nem hagytalak volna, nem tudsz olyan helyre küldeni, ahol én már ne lettem volna, mert én például
a megelőzés fontosságára nagyon nagy hangsúlyt fektetek, tehát hogy én tényleg évente szűrés és tetőtől talpig, és viszem a férjecskémet, anyukámat, sőt a gyerekem is, hála Isten, most hülye hangzik, hogy hála Isten, egy picit hipohonder, de abból a szempontból az jó, hogy van egy egészségtudatossága, tehát odafigyel magára, úgyhogy ez a kutyát meg vissza magammal, ha kell, őt is vizsgáltatom. De figyelj, én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak, és most nyugodtan el ezt mondani, ha nagy átlagról beszélek, mert 65% a túlsó sehízott, tehát hogy az nem oké, hogy én mindent megteszek a saját szervezetem ellen. Össze-vissza eszek, iszok, cigizek, alkoholt iszom, minden, és utána jövök, hogy mentse meg az egészségügy. Tehát ez nem oké. Azokat mentse meg az egészségügy, akik megtettek mindent azért, hogy ők ebben ne keveredjenek bele, és eltört a lába, genetikai betegsége van, tehát ezerféle olyan dolog van még mindig, de hogy azzal ne terheljük már az egész rendszert, ami amúgy nem egyszerű helyzetben van. De én látom ezt az oldalt, hogy nagyon sokat megteszünk azért, hogy oda keveredjünk, aztán majd jöjjön valaki, operálja ki, meg szedje ki belőle, meg nem tudom, kapja a megoldást. Az a helyzet most nagyon más irányba menne, mert egyébként erről tudnánk hosszan, de én egy dolgot szeretnék még megkérdezni tőled, mert ugye azt mondtad, hogy a példamutatás, és hogy rögtön kiálltál, és összezártak a kollégák, és igazából működik a rendszer akkor is, amikor te éppen kezelésen vagy, hogy változtattál-e a vezetői módszereiden azután, hogy kiderült ez a betegség? Tehát, hogy rengeteget. Például ugye kineveztem a helyettest, a Gyulát, aki egy fantasztikus srác, és nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon profi, sokkal jobban csinál sok mindent, mint én. Csak ez volt a kérdésem, hogy kell-e ahhoz rákos lenni, hogy delegálj? Tehát tényleg betegséget kell kapni, mert egyébként lehet, hogy nem csináltam volna meg. És hogy tudok ezzel példát mutatni a másoknak, hogy tényleg, tehát ne egy ilyen menedzser bullshit legyen, hogy delegálja azoknak, akik jobbak nálad, és oszd szét a felelősséget. És én szerettem, én voltam a HR vezető, én voltam a marketing vezető, nekem nem volt titkárnőm, ezt csináltam 10-valány éven keresztül. És hatalmas hibát követtem, hogy nem adtam jóval korábban át a Gyulának ezt az operatív irányítást, mert sokkal jobban csinálja, mint én. Ez például egy fontos elem. Vagy az, hogy én azt csináltam azért 14 éven keresztül, hogy nappal benn vagyok, ott általában egész sokat, akkor elmegyek még 5 konferenciára, meg 3 vezetői klubban, meg adok 2 előadást, este 11-re hazaérek, és a 11-kor látom, hogy van 100 e-mailem, és azt éjjel egyig kiemileztem magam, és akkor reggel indult a következő nap. És hogy lelkismert furdásom volt, amikor elkezdtem azt csinálni, hogy már nem járok bannyit az üzembe, és tényleg ez egy, lehet mondani, nagy hiba, hogy én elvesztem a talajt, de azt gondolom, hogy 58 évesen nekem már nem ez a hozzáadott értékem, hogy elfogyott a nem tudom milyen fólia, és akkor ki mit csinálja, ez nem az én dolgom. És egy ideig az volt, szerintem majdnem 2 évig, hogy nem mentem be, de nagyon nagy lelkismert fullásom volt, hogy benn vagyok, nem mentem be, már 2 napja, 4 napja nem voltam benn, hiányolnak, hol vagyok, mit tudom én, és már elértem, hogy nincs lelkismert fullásom. Ez az én fejlődési kis stádiumom, és azt gondolom, hogy van a Szalai Judit, akit nagyon szeretek, a szélvezetőnk, és például úgy vettem fel, hogy egy előadáson látott, egy évvel később írt nekem egy e-mailt, hogy nincsen álló munka, akkor pont elment a vezető, és akkor így vettem fel. És amikor mondtam, hogy na, akkor Judit, akkor innentől a Gyulához tartozol, tehát nem közvetlen hozzám. És utólag mondta, hogy másfél hónap még meg volt sértődve, kilögtem a fészekből. Érted? Ő miattam jött ide, és mára rájött, hogy sokkal jobban tud a Gyulával dolgozni, és imádják egymást. Tehát ezek azok a dolgok, amit az élet, hogy a változás, az ki hozza el. Te változtat, vagy az élet belelők egybe változásba, az okos ember az sokkal több változás saját maga hoz meg, és nem várja meg, ameddig egyszer nincs más, hogy nem tud bemenni, mert nem vagy a kórházba, és akkor egyszer megcsinálod azokat, amiket jóval korábban meg kellett volna tenni. Na hát nagyon bízom benne, hogy most nagyon-nagyon sokan néztek, hallgattak minket, és elkezdenek változtatni, és ráadásul csökken a lelkiismeret furdalásuk is. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És köszönöm a beszélgetést.